vársz a közelgő elbőselejtetőktől? Nagyon szoros és jó meccseket várok a csapattól. Én úgy gondolom, hogy egy egészen jól összerakott magyar válogatottra számíthatunk. Ugye a légiósjaink is elég jól brillíroznak a top csapatokban, úgyhogy én azt gondolom, hogy az első vagy második hely a miénk lesz. Nem mondanám, hogy kötelező az elvárás, de mi szurkolók azért bízunk benne, hogy ebből a csoportból tovább jutunk. Tehát az első két helye? Igen, én számítok rá. Hát nagyon sok reményt fűzök ez a csapathoz, mert ahogy néztem, nem kaptunk bonyolult csoportot. Igazából bizakodó vagyok, ennyi. Mennyire lehet kötelező a továbbjutás ebből a csoportból? Hát abszolút, még ha a szerbek előttünk is végeznek, akkor is a második hely kötelező. Kötelező. Én azt gondolom, hogy most, hogy ilyen jól szerepeltünk az Európa Ligában, nagy a várakozás. Én azt gondolom, hogy jó csoportba kerültünk, ahonnan én elvárom a továbbjutást első helyen. Remélem, hogy a csapat kitesz magáért ezen a barátságos meccsen, és én itt ma este egy 2-0-ás győzelmet várok. Szerintem első helyezett az kell, mert hát a legkönnyebb csoportban vagyunk szerintem, és hát szerintem így kötelező lenne tovább jutni. Abszolút reménykedőek vagyunk. Elég nehéz mérkőzésekre számítok. A kontrajáték az erősségünk, vagy hogyha adjuk jobban birtokolni az ellenfélnek a labdát, ez látszott a nagyobb csapatok ellen is. Egy picit izgulok, hogy mi lesz, hogyha a bolgárok annyira nem akarnak támadni. A görögöket is azért inkább ilyen kontrajátékból vártuk meg szerintem. De nagyon, nagyon reménykedem, hogy ezek a plusztolós meccsek most menni fognak, és nem sülünk be, mint Albánia ellen. Mi a véleményed a keretről? Van-e, akit hiányolsz, mit vársz az újaktól? Én azt gondolom, hogy ez a keret mindig ügyesen alkalmazkodott a hiányzók betöltéséhez. Hogy ezek a srácok már nagyon régóta együtt játszanak, viszonylag azért mégiscsak fiatal játékosokra beszélünk, de mégiscsak van egy idősebb rész, egy fiatalabb rész, úgyhogy azt gondolom, a hiányzókat mindig sikerült eddig pótolni. Én nagyon bízom abban, hogy megtaláljuk azt a kezdő felállást, bár szerintem már eddig is látható, hogy ki az a kezdő, akire számíthat a csapatkapitány, vagy a szövetségi kapitányunk, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz gond. Hát én igazából úgy gondolom, hogy az új behívottaknak itt az esély arra, hogy egy jó válogatottban meg tudják mutatni azt, hogy mit tudnak alkotni. Én azt gondolom, hogy kell, muszáj az, hogy legyenek új játékosok a keretben, mert kell a frissítés, azért az idősebb játékosaink hamarabb elfáradnak, az új játékosok új lendületet tudnak adni a csapatnak. Mindig aggódunk, hogy nagyon-nagyon jó a kapitány, de rosszul válogatva nem az igazi, szerintem már bizonyította, hogy pontosan tudja, hogy mi a feladat, vagy hogyan tudja megoldani. Nem ismerem különösebben a jelenlegi újoncokat. Én a Csobot Kevint azért még ő az, akitől így várnám, hogy valami plusz csereként a bolgárok ellen, vagy valamikor hozzam, de azért még ráér. Én inkább a régiekbe bízok, bár remélem, hogy az újoncok is megmutatják magukat. Szóval Jelden mennyire fog hiányozni elő, mennyire lesz nehéz őt pótolni? Reméljük, hogy sikerül pótolni. Ki lehet erre a megoldás? Igazából nem tudom, a fiatalokba bízom. Szalai Ádám posztján ő lehet a megoldás, Németh András, hogy hogy látod ezt a kérdést? Hát reméljük, nem tudom. Hát most amikor pályára lépett a Hamburgban, akkor azt hiszem eredményes volt legutóbb is úgy, hogy én nagyon bízok benne, hogy egy méltó utód lesz majd a kapitány helyett. Két befejező csatárunk van, aki én úgy gondolom, hogy alkalmas lenne erre. Az egyik ugye Németh András. Fiatal játékos, nagyon gólérzékeny, ezt bemutatta már a klubcsapatjában is. És ugye Ádám Martin, aki ugye most azt gondolom, hogy ő lehet az új Szalai Ádám. Ugye masszív játékos, jól le tudja fejelni a labdákat elől, területet tud generálni. Én azt gondolom, hogy ő lehet még az, aki ezt meg tudja oldani nekünk. Ádám Martin, én azt gondolom, hogy jó választás. Remélem, hogy amit eddig sikerült a válogatottban letennie, az tovább tudja folytatni, és én Sallai, Szoboszlai, én bízom a jelenlegi keretünkben, én azt gondolom, hogy a pótlás az házon belül úgymond sikerülni fog.